Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megközelítőleg 35 ezer gazdálkodó végzi tevékenységét őstermelőként, családi gazdaságból pedig több mint 2000-et tartanak nyilván. Az Agrár és Pénzügyminisztérium, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ősszel terjesztette be az ilyen formában működő gazdaságok adózási reformját, melyet néhány héttel ezelőtt fogadott el az országgyűlés. A változtatások legfőbb célja, hogy az agrártársadalom számára egy átláthatóbb és kedvezőbb adózási rendszert alakítsanak ki. Az őstermelő a bevételének 25%-át most a mezőgazdasághoz közvetlen kapcsolódó tevékenységből is szerezheti. Csak egy-két dolgot, hogy elvetheti a szomszédnak, hogy kiszántassa a földét, megmunkálhassa, és ami jövedelmet kap, abból itt 25%-át legálisan lekönyvelheti. Vagy a bizonyos 600 ezer forintos kedvezményből most már ez a kategória a minimálbérhez van kötve, ami minden évben reméljük, hogy változik, így mindig ez is változik. A minimálbér 50%-áig lehet, ami körülbelül most nagyjából 1 millió forint, vagy az éves minimálbér 10-szereséig mintegy 20 millióig terjedhet a bevétel. Az adózási változtatások mellett a tevékenységi kör is kibővül. A földforgalmi törvényben meghatározott mező, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységekkel. Az új jogszabályok értelmezésében és a teendőkkel kapcsolatban a falugazdászok nyújthatnak segítséget. Megszűnik a fizikai őstermelő igazolvány, az értékesítési betétlap, így nem kell menni március 20-áig ezt érvényesíteni. Az őstermelő nyilvántartásban, aki felveteti magát, az mindaddig őstermelő marad, míg ezt valamilyen okból nem törölteti. Úgyhogy azoknak talán, akik ezt töröltetni akarják más okok miatt, vagy bármilyen ok miatt, azoknak jó lenne a falugazdást megkeresni a következő év elején. Ugyanis emlékeztetnék mindenkit, hogy 16 nap után kamarai tag lesz, ami kötelezettséget von maga után. További módosítás, hogy a jelenlegi közös őstermelői tevékenység és a családi gazdaság egyesített formája az őstermelők családi gazdasága lesz. Adózásuk az őstermelőknél megszabott értéket többszörözi a résztvevők számával. Fontos ugyanakkor, hogy a kedvezményes adózás értékhatára maximum 4 személyre számított összeget tehet ki, tehát megközelítőleg 80 millió forintot. Ez főleg az egyes gazdaságok és birtokok későbbi elaprózódását akadályozhatja meg.